Dobos Diego KC Krems 23-33. Egy edzőmérkőzésen vagyunk túl. Szeptember 16-án kezdődik a bajnokság, tehát elmondható, hogy még egy hónap van. A felkészülési időszak talán a második felében járhat a csapat. A mai mérkőzés tükrében hogyan állunk? Igazából ugyanazokat a hibákat tapasztaltam most is, mint az első mérkőzésünkön a Cegléd ellen. Talán már egy kicsit a tavalyi kezdő csapatunk egy kicsit összeszokottabban kézilabdázott, tehát ez mindig így van, mindig a nulláról, teljesen az elejéről kell indulnunk. Nagyon büszke vagyok az első 40 perc, 45 perc, amit produkáltunk, tehát mind játékban a pontatlanságaink ellenére, tehát támadó játékot gondolok elégedett lehetek, és a védekezésünk is elég határozott, kemény volt, felvettük azt a ritmust, amit a Krems diktált, és elég jól helytáltunk. Aztán pár buta hibából könnyen megfutott bennünket a Krems, ezt nagyon jól kihasználták, és sajnos itt azt láttam, hogy egy kicsit úgy visszaestünk, és talán itt az utolsó 10 percben már elég ilyen szétesett játékot produkáltunk. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, tehát a minden mérkőzés ugye 60 percig tart, 60 percig kell próbálni koncentráltan, keményen kézilabdázni, de mondom, hogy az első 45 perccel teljesen elégedett vagyunk. Látom, hogy Szontóferi János visszatért a csapatba. Új érkezők, illetve távozók kik voltak? Hát ugye Szobor Zsolt nem játszik már nálunk, illetve Nagy Tamás, és hát hozzánk érkezett Szontóferi János mellé még Tumori Győző, illetve Józsa Máté is, aki ma nem volt itt. Remélem, hogy komoly jó erősítések lesznek. Úgy látszik, hogy pillanatok alatt beilleszkedtek, és azt gondolom, hogy előrébb fognak bennünket vinni. Nagyon remélem, hogy ugyanilyen szép sikereket fogunk ebben az évben is elérni, mint tavaly, illetve tavaly előtt. Hogyha azt mondom neked, hogy 231-szeres magyar válogatott, 2-szeres olimpiai résztvevő, 3-szoros világválogatott, tököl díszpolgára, és a Krems edzője, akkor ki jut neked eszedbe? Hát természetesen, ugye édesapám, akire nagyon büszkék vagyunk köcsémmel együtt már gyerekkorunk óta, tehát én úgy itt a kézilabdapálya mellett nőttem fel, és azért itt a sikerei nagy részében már, amikor úgy én már kezdtem felfogni, hogy miről van szó, azért ugyanúgy részese voltam, és hát azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultunk tőle, hát öcsém is, meg én is, akár én itt az edzői szakmában is nagyon sokat köszönhetek neki, és hát ugye lassan már nyugdíjba fog menni, de azt gondolom, hogy mindig is a szakmai dolgokban lehet majd hozzá fordulni, és nagyon remélem, hogy legalább akár edzőként olyan eredményeket el fogok tudni érni, mint ő, akkor már elégedett leszek. Ugye ő kint él Ausztriában, te pedig ugye itt Dabason élsz. Nem tudom, hogy milyen gyakran találkoztak egymással, illetve elő szokott-e az fordulni, hogy mondjuk egy vasárnapi ebédnél azt mondja neked édesapád, hogy Zoli, nem jó ez, ezt a gyereket ne baloldalt játszani, vigyük át jobbra, vagy szokott ilyen lenni? Elég ritkán, mivel hogy ugye hétvégén vannak a mérkőzések nekünk is, nekik is, és nagyon ritka az, hogy egy-két mérkőzés alkalmával itthon van Dabason, inkább anyu szokott többet jönni, de volt már arra példa, természetesen minden mérkőzés után, akár én látom az ő mérkőzéseiket, többször tévében megnézem, a osztrák bajnokságot néha láthatom, azért mindig megbeszéljük, tehát azokat a nagy mérkőzések után mindig telefonon beszélünk, de ugyanígy öcsémmel is, tehát ez egy ilyen háromszög, hogy állandóan a mérkőzések után beszélgetünk el, mondjuk, hogy mi volt, hogy volt. Ha más nem, akkor csak egy SMS-ben, de nagyon komolyan figyelemmel kísérjük már a másiknak a pályafutását, eredményeit. Mennyiben volt más ez a mai mérkőzés, hogy édesapád csapat ellen kellett játszani? Jelentette valamiféle plusz bizonyítási vágyat? Nem, tehát igazából teljesen a mérkőzésre és az adott szituációra koncentráltam végig. Talán kicsit kuriózum, meg jól esik azt így belegondolni, de hogy a másik oldalon ugye apu van, de igazából arra összpontosított végig a csapat, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból, és ugyanolyan edzőmérkőzés volt, mint az összes többi. Átkerültünk a nyugati csoportba. Én megmondom őszintén, hát azért a csapat elnökének, Prohászka Csabának már többször mondtam, hogy de jó lenne azért már nyugatra menni, mert kicsit már a Kelet-Magyarországból egy picit elég volt már az elmúlt 3 évben. Mi történt, hogy most nyugatra kerültünk? Valahogy úgy alakultak itt azok a csapatok, akik kiestek, illetve
illetve akik feljutottak, tehát ez egy teljesen ilyen véletlenszerű dolog. Évek óta kértük azt, hogy nyugatra vagyunk, nem azért, mert most akkor úgy, de sokkal könnyebb lenne számunkra az a nyugat, ugyanúgy nagyon nehéz mérkőzéseink várnak ott is ránk. A keleten van, azt gondolom, 8 kiváló, nagyon jó csapat, keleten meg 6, aki ugyanúgy megnyerheti a bajnokságot, és bocsánat, tehát keleten 8 csapat, és nyugaton legalább így 6. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, ugyanúgy meg kell küzdeni minden sikerért. Örülünk, talán az utazás lesz egy kicsit könnyebb, talán olcsóbb, és azért közelebb lesznek ezek az ellenfelek, de a kézilabda szempontjából meg ugyanúgy meg kell küzdeni minden pontért. Nem szoktunk mi sem országos sportról, sem pedig nemzetközi sportról beszélni, de ugye itt van az olimpia, a magyar kézilabda válogatott történelmi tett küszöbén volt a tegnapi nap, de úgy gondolom, hogy a harmadik helyet sem szabad lebecsülnünk, és te, mint a junior csapatnak is az edzője. Mennyiben lehet motiválni a junior csapatot, illetve a serdülőket? Van egy olimpia, és ki lehet jutni, és ott lehet lenni a döntőben 40 ezer ember előtt. Természetesen ez egy nagyon fontos dolog az, hogy ilyen sikeres és jól működő válogatottunk van. Ez azt gondolom itt a minden gyereknek, aki nézi és figyelemmel követi, szurkol a magyar csapatnak, egy nagy, hatalmas pluszt jelenthet, és így van, tehát aki elkezd kézilabdázni, ezáltal azt gondolom, hogy talán több gyerek is kezd el kézilabdázni, de aki elkezd kézilabdázni, ezeket a példaképeket, Nagy László, Császár, és sorolhatnám végig, ilyen játékos szeretne lenni, én is így kezdtem el, és aki itt most kézilabdázott, ma is itt a Kremszben, illetve a Dabas csapatban ugyanezzel a céllal indult neki, ennek így érdemes, csak így szabad. Aztán lehet, hogy nem éri el az ember, nem fog eddig a ilyen magaslatokig eljutni, hogy válogatott játékos legyen, meg olimpián ott lehessen, de ezért, aki ezt komolyan gondolja, meg kell tenni ezért mindent, és azt gondolom, hogy nagyon sokat profitálhat a magyar kézilabda abból, hogy egy ilyen jó válogatottunk van, egy ilyen kiváló szakember irányításával, és hogy ilyen szép eredményeket értek el. Nagyon remélem, hogy bár nagyon nehéz lesz, de ha sikerülne a bronzérem, az tényleg minden idők legjobb szereplése lenne. Nagyon szorítok nekik. Egy hónap van még a bajnokság indulásáig. Hogyan fog telni ez egy hónap? Továbbra is edzünk, készülünk, nagyon sok taktikai edzés kell, ahogy látom. Megint elkezdjük már videózni, tehát jó volt a tokból, hogy sikerül megszerezni azt az anyagot. Nagyon örülök neki, hogy lesz róla a felvétel, ezeket már össze fogom vágni, fogjuk elemezgetni mérkőzések után, és természetesen ugye az erőléti felkészülés is nagyon fontos, és játsszuk továbbra is az edzőmérkőzéseket. Következő edzőmérkőzésünk az kedden lesz, 18 órakor a junior válogatott elleni Dabason, úgyhogy remélem azon is ilyen jól fogunk játszani, mint itt az első 40 percben, 45 percben. Fontos állomás volt a felkészülésünkben, és örülök, hogy sikerült ezt megszervezni. Köszönöm a kremszi vagy a dabasi vezetőknek, hogy megszervezték tegnap a Ceglédema meg a Dabassal, egy jó felkészülési mérkőzést játszottunk, ami mondom ebben a fázisban nekünk nagyon fontos volt. A bajnokság egyébként mikor kezdődik? Szeptember elején kezdődik a bajnokság, úgyhogy most hetente 8-szor edzünk, fáradtak a fiúk, de ebben az időszakban ez természetes, és remélem sikerül előrébb végezni, mint tavaly. A mérkőzéssel kapcsolatban vannak-e hiányosságok, amit mindenféleképpen ki kell javítani, illetve vannak-e olyan dolgok, amit ezen a szinten tovább kell vinni, és nem lesz gond vele a bajnokságban? Természetesen nagyon sok hiányosság van még védekezési szisztémában, támadás szisztémában. Megpróbálunk, 3 új embert hoztunk a csapathoz, megpróbáljuk őket integrálni. A új emberek már egyre jobban beépülnek a csapatba, fiatal játékosokat is próbálunk ebbe az időszakba. Lassan letisztul az egész, és már ugye előttem van a kép, hogy melyik csapattal várunk neki a bajnokságnak. Hogyha össze akarjuk hasonlítani a magyar, illetve az osztrák bajnokságot mondjuk erőforrás tekintetében, akkor miben más, miben hasonló? Hát a magyar bajnokság erősebb természetesen, és többet edzenek a csapatok, mint avval együtt, hogy Ausztriában nagyon nagy fejlődésnek indult most az utóbbi 10 évben a kézilabda, és ott is már majdnem az első osztályban, tehát 10 csapat játszik az A-ligába, tehát majdnem minden csapat tiszta profi, tehát egyre komolyabb erőt képviselnek.
Az első kérdésemben említettem, hogy két olimpián vett részt kézlabda csapattaként. Ugyan nem szoktam ilyen helyi kisvárosi viszonylatban párhuzamokat vonni az országos, illetve nemzetközi sporttal kapcsolatban, de nem mehetünk el amellett, hogy a magyar kézlabda válogatott tegnap kikapott a svédek ellen, majdnem, hogy történelmi tettet hajtottunk végre, és így holnap a harmadik helyért játszhatunk. Ön, mint olimpikon, mint kézlabda szerető, hogyan élte meg a tegnapi napot? Hát nehéz volt, megmondom őszintén, mert egy óriási lehetőség volt. Tehát a svédek verhetők voltak, és jól is játszott a csapat. Tehát a lehetőség itt volt, de sajnos ilyen a kézlabda. Az a bizonyos kis szerencse hiányzott, ami az Izland ellen megvolt, az most hiányzott pont a végén. Ez nagyon nagy dolog lett volna, de így is szenzációs a teljesítmény, amit a csapat nyújt az olimpián. A mai mérkőzésről mondhatjuk azt is, hogy apa-fia harc volt. Ugye Szilágyi Zoltán a fia, ugye a Dabas Diego KC-nak az edzője. Mennyiben volt ez más, ez a mérkőzés? Ugyanúgy koncentráltunk mind a ketten, azt hiszem, a feladatokra, de természetesen megvan ennek is a maga személyes kapcsolat, és örülök a utóbbi években a dabasi kézlabda sokat fejlődött, és azt hiszem, büszkén mondhatom, hogy ez az Olinak is nagy szerepe van ebbe, és biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül a Dabas első osztályú csapata lesz a Dabasnak. Annak van egy jelzés értéke, hogy figyeltem a háttérből, hogy az unokák, a két lány mindig a papa mögé ült. Hát igen, természetesen szerencsére nagyon jó kapcsolatban vagyunk a családdal, örülök, ha kis időm van velük lenni. Na sajnos ez a zsúfolt programba ez nem sikerült, és most itt is maradok még holnap, úgyhogy minden pillanatot szeretnék kihasználni, amit a unokákkal együtt lehetünk. Mag Televízió. Önökért vagyunk.